Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket ebben a gyönyörű szép nyárvégi vagy ősz elejé napsütésben. Egy kicsit még most sütött napocska, de mire beszélgetésünk végére érünk, talán már lekerül rólam, és nem ízdelok tovább olyan nagyon. Kérem szépen, mielőtt elindítanánk a műsorunkat, a beszélgetésünket, nézzenek meg egy rövid bejátszást. Az Erzsi egy csoda ember, az Erzsivel jó együtt lenni, az embernek hiányzik, kell. Tehát az Erzsivel való találkozás az maga a felüdülés, a boldogság. Én például, ha nagyon sokáig nem találkozunk, föl kell, hogy hívjam, meg kell hallanom ezt a hangot, mert nagyon sokat adsz a jelenléteddel. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy vagy nekünk. És nagyon szeretlek, Erzsi. Nagy szeretettel köszöntöm itt az udvaron Pásztor Erzsi művésznőt, és ez a csokorvirág a tied, Erzsike. Köszönöm szépen. De a mikrofonok nem engedik, hogy most átadjam neked szeretettel, igen. Majd a végén átadom, de ez a tied. Most van a születésnapod, a jó Isten éltessen még nagyon sokáig téged, erőben és egészségben. Gyanítottam már, amikor megláttam a csokrot, sejtettem, hogy az enyém, és nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon őszintén, és még azt is mondhatom, hogy a televízió nézőinek a nevében is. Köszönöm. Itt van ez a csokor neked, nagy nagyon szeretettel. Szépen köszönöm. Erzsike, egyszer csak Budapesten megszületett egy kicsi lány, akit úgy hívtak Pápai Erzsébet. Most itt ül velem szembe egy Kossuth és egy rakás más díjjal kitüntetett, mindenféle díjjal kitüntetett színművésznő, akit úgy hívnak Pásztor Erzsi. Igen. Hogy is van ez? Hát úgy történt a dolog, hogy az igazság az, hogy ugye Pápai néven születtem, és amikor a főiskolát elvégeztem, mert akkor még a Színművészeti Egyetem főiskola volt, már volt egy Pápai Erzsi színésznő a Nemzeti Színházban. Igen. És elég csúfondárosan derült ki ez a dolog, ugyanis harmadéves főiskolás koromban Vaskóné, aki a titkár asszony volt, és egy nagyon édes teremtés, fölüzent értem, hogy menjek le a titkárságra, és azt mondta, bementem, és mondta, Marika, mi, valami baj van? Hát Erzsikém, nem is tudom, hogy mondjam. A Pápai Erzsi, a Nemzeti Színház művésznője, panaszt tett, hogy te fölvetted a rádiógázsiát. Na most, ehhez tudni kell, hogy soha életemben addig nem voltam a rádióban, de annyira nem, hogy azt se tudtam, hol a rádió. Hát teljesen magamból kikeltem, rögtön sírva fakadtam, mert nagyon érzékenyül érintett a dolog. Hogy képzelnek róla ilyet? És hát az igazság az, hogy meg kellett változtatni, akkor már én már szerepeltem az akkori vizsgásoknak a darabjaiban, és a plakátra ki kellett írni, tehát kellett egy nevet találni. Egyébként harmadév végén Szinetár Miklós, aki az osztályfőnökön volt, ő rendezett először egy olyan rádiójátékot, amiben az egész osztályom benne volt. Akkor jártam életemben először a rádióban. Nem úgy a gázsit, sose láttam. És akkor, hát a pásztor találtuk ki, hosszú-hosszú húzavona volt, nem vették el a nevemet. Furcsa, de abban a rendszerben egyszerűen azt mondták, ős magyar név, Y-nal írva, nem vették el. Na most, régen úgy kaptuk a fizetést, ugye, hogy egy hónapban kétszer fizettek. Én a Debreceni Színházban kezdtem, Szendrő József igazgatása alatt, nyári szabadságra hazajöttünk, és a fizetést úgy küldték el postán. De hát én nem tudtam átvenni, mert nem tudtam igazolni, hogy Pásztor Erzsi vagyok. Én Pápai Erzsi voltam hivatalosan. Őrületes cirkuszaim voltak, nem részletezem, mert ez hosszadalmas. Végül is Pécsen voltam már szerződésben. 1966-ban megszületett a gyermekem, Hall Henriette, és akkor kaptam az ügyvédemtől egy értesítést, hogy Erzsikém, nyertünk, győztünk, elvették végre.
Na akkor be kellett mennem a rendőrségre, és úgy elvették a pápait, hogy nekem nyoma sincs, hogy valaha pápai voltam. Csak a pépettű maradt meg. Akkor már nem élt az édesapám, akinek ez nagyon fájt volna. Úgyhogy így lettem Pásztor Erzsi. És most már annyira megszoktam, hogy ez most már ugye most már 61 éve írni, már így igen. működik nekem. Erzsike, én vagyok a hibás, hogy az imént látott kis bejátszást nem árultam el, hogy ez honnan van. Nem kommentáltad? Nem kommentáltam. Hát ez Tóth Enikő színésznő, kolléganő. Igen, ez volt, ahova én véletlenül csöppentem bele egyszer Mohorára. Tolnai Kláriról kezdett beszélni, kellett valamit, emlékeztünk, vagy be. Én csak egyedül voltam akkor, emlékszem. Meghívtak, Balla István hívott meg, aki a Tolnai háznak a apja, anyja, nagynénye, nagybátyja, mindent ő csinál, és az ő édes családja. De akkor én ezt még nem tudtam, csak ő hívott meg. És én beszéltem Tolnai Kláriról, nagyon mulatságos dolgokat árulhattam el, mert nagyon élvezték, és így kerültem én oda, és valahogy én oda betelepedtem. Mert én mind a mai napig, hála Isten, nagy örömömre, én azóta rendszeresen ott vagyok, minden. Egy tányért összevernek, én már ott vagyok. Hála jó Istennek, együtt is lehetünk ott jó párszor. Igen, többször igen, nagyon. Voltunk együtt. De ez a bejátszás, amit most látok. Ez az én 60 éves gyémán diplomát igen, kaptam igen. abban az évben, ami akkor jár, ha 60 éve végezted el a főiskolát, most már egyetem. És akkor engem ott megünnepeltek ezzel az ünnepséggel, és kedves kolléganőim jöttek el, és amit Enikő mondott akkor, hát ez nagyon kedves dolog, de ez kölcsönös, ez a szeretet. Mert hát azóta is mindig úgy gondolok erre a találkozóra, és hát én azóta is ezekkel a kollégákkal együtt vagyok, és szeretjük egymást, igen. Sőt, hát elmondhatom, hogy akkor Karinti Marci is ott volt, akit igen, azóta már elvesztettünk, mert ő is nagyon jó barátom volt, nagyon sokat dolgoztam vele. És hát csupa olyan, mindenki olyan, akit én viszont szeretek. És mindenki olyan nagy szeretettel beszélt róla, kollégák, rendezők, színészek, igen, színésznők. Igen, azt nagyon élveztem. Az az igazság, hogy ezt nagyon jó hallani. De szokták mondani nekem, hogy téged mindenki szeret. Azért ez nem egészen így van, de én úgy vagyok vele, hogy szívesen hallgatom, mert ez így nagyon van, jó. Így van. Ez nagyon jó hallani, és többnyire én is szeretek mindenkit. És akit nem, hát azzal nem találkozom, nem is találkozom, tehát nem is tudok olyat, nem tudnék olyat igen, mondani. Igen, igen, igen. De én még nem hallottam senkitől róla, mindenki valóban, akár kolléga, akár közönség. Na hát a közönségről igen, ne is beszéljünk. Igen, szeretem ezt, nagyon szeretem a közönségnek azt a részét is külön, akikkel én naponta találkozom az utcán, a közértben, a boltban, és mikor rám szólnak, hogy művésznő, nagyon vigyázzon magára, mert nagyon szeretjük, hát ez úgy érzem, hogy ennél nagyobb elismerést nem kaphatok. Szóval... Csak ismételni tudom, művésznő, nagyon vigyázom magára, mert nagyon szeretjük. Én is mondom igen. nekik, hogy föl a maszkkal, mindenki igen. vigyázom, mossuk, fertőtlenítünk, mindent megcsinálunk. Úgyhogy ne csak magára vigyázzon, hanem mi is vigyázzunk magára. Igen, hát ez nagyon fontos, és igen. én nekem nagyon-nagyon jó dolog ez. És hát ez igazából ezt tart életben, gondolom, mert azért 84 éves korban már nem nagyon szoktak a színpadon ugrabugrálni. És ugyan már az ugrabugrás szerepem nincs, mert ez a Karinti Színházban volt, ahol táncoltam, énekeltem. De hát ha még élne a Marci, akkor biztos játszanám. Akikkel együtt érettségiztem, találkozni szoktunk minden május utolsó vasárnapján. És most nem olyan régen volt ugye ez a találkozónk, már csak 10 voltunk ott, és akkor az egyik lány, 83 éves úgy, mint én, azt mondott, hogy jön nekem. Mikor már jó, megebédeltünk, mert délbe jöttünk össze, oda jött hozzám, és mondja, Erzsike, nagyon szépen kérlek, ne sértődj meg azon, amit mondok, de könyörögve kérlek, ne menj be többet a tévébe, mert annyira öreg vagy, és annyira látszik. Mondom, te, én színésznő vagyok, tudtad? Hát előtte mondta el, hogy miben látod.
Mondom, és tudod, miért megyek? Mert aki Magyarországon, aki ismer engem, az kivétel nélkül mindenki tudja, hogy 83. évenben vagyok, mert akár kérdezik, akár nem, mindig elmondom. Valahogy mindig beleszövöm a mondásokba. Nem sértődök, megmondtam, de azért fizettem és hazamentem. De ez is egy nagyon szép dolog, hogy te minden nélkül, minden feltétel nélkül te bevallod mindig, hogy hány éves vagy. Hát hogyan tagadnám le, mikor tényleg annyi vagyok, és már annyiszor igen. Elmondtam, hát hogy azért... már újjal mutogatnak rám, hogy itt az öreg asszony. Így senki nem mutogat rád. De azért de hát vannak most például csináltam egy még annó főiskolás koromban megfogadtam, hogy mindig segíteni fogok a főiskolásoknak, tehát a vizsgafilm, ugye, amit tudjuk, hogy köszönömért csináljuk, azt én elvállalom. De azért most éreztem először, hogy azért reggel 6-tól este 6-ig vagy fél hétig talpon lenni, az már nem igazán az én műfajom, de böcsülettel megcsináltam, végigcsináltam. De azért most már meggondolnám, hogy vállalok-e ilyet. De öröm volt velük dolgozni, mert a fiatalok azok hát, hogy mondjam, az sugárzik belőlük a fiatalság. Hát, ami megint visszaadja az embernek azt a nagy élményt, amit én átéltem, mert nekem most ebből a főiskolai harcból is csak arra emlékszem, hogy nekem az életem legboldogabb 4 éve volt, és én mind a mai napig, amikor a körúton autóval elmegyek a Vas utca előtt, nézd meg, tiszta libabőr vagyok, én mindig így csinálok, mert nekem annyit jelentett a főiskola, és a mai napig annyit jelent azok a tanárok, azok a csodák, akik engem tanítottak. És az, hogy én a pályán olyan vagyok, amilyen, hát mondjuk a tehetséget levéve, már bocsánat, hogy ilyet mondok, mert azt az ember hozza, vagy van, vagy nincs, de amit én ott tanultam ezektől a művészektől, az nem lehet el. Szóval az semmi máshol nem kaphattam volna meg. Például Sólyok Mária, ezt többször elmondtam. Micsoda neveket tudsz felsorolni, hogy aki, igen. Aki nekem a beszédet tanította, ugye? És megtörtént velem, hogy a Sólyok Mária már idős volt, és forgatott egy magyar filmet, de Spanyolországban forgatták, nem tudom, mi volt a címe. És a lényeg az, hogy éjszaka volt az utószinkronja, és egyszer csak fölhívtak, hogy szinkronizáljam le Sólyok Máriát. Hát mondom, én? Hát hogyan a beszédtanáromat én szinkronizáljam? Nem létezhet. Kiderült, hogy ő ajánlott engem. Mert ő éjjel nem vállalta a munkát, hanem én szinkronizáljam le őt. Hát életem legnehezebb szinkronja volt, ezt meg kell mondanom. De micsoda megtiszteltetés volt nekem, ugye? Egyrészt, másrészt pedig, hát gyönyörűen beszélsz a mai napig. És akkor ez... Érthetően ez... mindenki érti, hogy igen, beszélsz. Igen, hát ezt szoktam is mondani, amikor elégedetlen vagyok igen. Valakikkel, hogy nem tud beszélni. Mert hát azért hányszor hallunk olyan riportereket, mert ugye ma úgy születnek a riporterek is. Valaki bekerül egy sorozatba. Igen, igen. Jövő héten már riportot készít ő valakivel, és megfeledkeznek a legfontosabbról. Hogy érthetően magyarul szépen, kristálytisztán beszéljek. Ez lenne ugye? A legfontosabb, az elsődleges feladat. Na jó, most nem akarok gyalászkodni. Nem is kell, csak mondom, ez a legfontosabb feladat. De a beszéd nagyon, igen, nagyon fontos. Igen. Erzsike, és te amikor pici lány voltál, akkor mindig tudtad, hogy te színésznő leszel? Vagy hát az akartál, akartam, ilyen környezetből igen, akartam, jöttél? Mert én nekem az édesanyám, aki ugyan fodrásznő volt, de rajongott a színházért, rajongott. Olyannyira, hogy a fodrászüzletben nálunk ugye dolgoztak női segédek, és akkor még divat volt, tanuló lányok is ott tanultak. Az én anyukámnak, akinek bérlete volt a Nemzeti Színházba, és én például az első színházi élményem az a Városi Színház, ami most Erkel Színház, de igen. Akkor Városi Színház volt, és ott matinék is voltak. És én ott láttam a János Vitézt pici koromban, és az anyukám az alkalmazottaknak minden húsvétkor és karácsonykor színházjegyet kaptak. Ha tetszett, ha nem. Tetszett nekik. És ez úgy belénk
belénk ivódott, hogy az én anyám az akkor mozibérlete volt, már nyugdíjas korában is állandóan. Szegény apám mindig azt mondta állítólag az anyámnak, maga ott fog megszülni a moziban, mert ekkora hassal is, mert imádta az anyám. És ez bennünk maradt, illetve hát az öcsém ugyan nem erre a pályára ment, de ő is rajong a színházért. Az öcsém egész más ügyvéd lett, de imádva szereti a színházat, ugye? Hát ez egy családi dolog volt. De most, hogy mondod édesanyádnak a foglalkozását, hogy fodrász volt, igen, már értem, hogy neked mindig olyan rendezett a hajad, és én, igen, azt hallottam rólad, hogy akár jó a hajad, akár frizurád, akár nem, te bizonyos időközönként, nem tudom, két hetente, én három hetente járok, de ha ott kell, festetem, mindent magam csinálok. Én utána most is például tegnap mostam hajat, hogy ma friss hajjal jöjjek ide. Én magam becsavarom, fölsütöm, ha kell, de a festést azt minden 3 hétben akár játszom, akár nem, azt én magam oda megyek a fodrászod. És azt is csiripelik a madarak, hogy te már hajnal hasadtakor elindulsz a fodrászhoz 6 órakor, igen, hogy te első legyél. Nem, mert most meg pláne, de mindig hétre jártam. Hétre? Úristen, igen. Úgyhogy nekem nem gond a fölkelés. Igen. Tudod, mert a gyermekem, amikor megszületett, és hát ennek már 53 éve, azóta én 6-kor kelek reggel, akármikor fekszem le. Hát akkor miért nem menjél el fodrászhoz? Na de hát akkor mit csinálok? Sokszor otthon ülök, és hát mondom, úristen, hát mit csináljak? Hát még főzni is, hát ha nekiállok, akkor 8-ra kész az ebéd. Meg tudom, hogy még autót is vezetsz, és igen, akkor talán nincs akkora forgalom, nem? Hogy, nem az, korán. Nem az. Nagyon egyszerű. Még tudok parkolni a belvárosban. Igen, igen. Ugyanis én a belvárosban járok fodrászhoz, és akkor még meg tudok állni. Hát nem utolsó szempont, igen. Ugye, hát nagyon nehéz. Debrecen volt, azt mondtad, a főiskola kezdés után a kezdési időpont. Mennyi ideig voltál Debrecenben? Ez azért esik nekem nagyon jól hallani Debrecen, mert hogy én debreceni vagyok. Ó, nem tudtam. Igen, és egy kis ideig, mikor még nem tudtam eldönteni, hogy én mi legyek, igen, lehet, hogy még most se sikerült, akkor a Csokonai Színházban, hát ilyen segédszínész, segédrendező, aha, voltam, azt tevékenykedtem ott, ezt-azt, és tálcán a fácán ilyen 2-3 mondatokat mondogattam, és tudtam, hogy te Debrecenben kezdted, igen, a pályát. Igen, én 59-ben végeztem a főiskolát, és akkor Szendrő József elvitt engem is, a férjemet, Holl Istvánt, és a Dégi Pistát, aki szintén osztálytársam volt, mi hárman szerződtünk Debrecenbe. És ez nagy szó, az én időmben mindenkinek vidékre kellett menni, akkor nem maradt Pesten senki. Ez kötelező volt vidékre menni, és Debrecen a legjobb hely volt. Szóval, igen, Debrecen egy, hát olyan hely volt. Hát micsoda nevek voltak ott, mert csak a Szendrőt mondod. És a Szendrő egy nagyszerű pedagógus volt. Igen. Ráadásul a Máté Erzsi, akit én nagyon-nagyon szerettem és tiszteltem, és miután a Nemzeti Színházban statisztáltunk, azt mondta, majd én beszélek a Jóskával, aki hát férje volt valamikor, mert nektek oda kell menni. Már akkor együtt jártam a férjemmel. És úgy is lett. A Szendrő elvitt bennünket, és ott voltunk 2 évet. Mit játszottál Debrecenben? Hát a Dorinával kezdtem a Tártűvben. Szendrő volt Tártűv, és én Dorinát játszottam, de hát nagyon-nagyon jó szerepeket játszottam a 2 év alatt. Már nem mindenre emlékszem, de musicalt is játszottam, tudom, a Tűzijáték. Akkor az egy újdonság volt. Énekeltem, táncoltam benne. Nem tartozik szorosan a színészethez, de a debreceni színészek életében óriási szerepe volt. Nem tudom, hogy abban az időben megvolt-e már. A színházzal szemben volt a klub, a Király bácsi, meg a Király. Király bácsi volt a színház királya. A király, meg hát király. Hogyne. Sőt, én úgy szerződtem oda, hogy én akkor már elvált asszony voltam, mert én a főiskolán férhez mentem, 8 hónapig voltam férjes asszony, és akkor elváltam, és mikor a férjemmel éltem, akkor csak együtt éltünk a Holl Istvánnal, és azt nem adták ki másképp a lakást, csak ugye, hogyha mi házasok, azt mondtuk, házasok vagyunk, de nem voltunk, én nem akartam soha többet férhez menni,
De aztán hát vártam, hogy majd egyszer csak kirúgnak onnan. Nagyon nehéz volt akkor, mert mindenki attól félt, hogy kiigényeljük a lakást. Volt egy ilyen mizéria. Igen. Csoda se akart. Ez albérlet volt? Albérlet. Akkor még nem volt színészház, ugye? Nem. Nem volt. És akkor szépségesen ott megkötöttük a házasságunkat, méghozzá úgy, hogy két tanúval egy délelőtt elslisszolunk, és hogy akkor Ica néni, aki a háztól vagy a lakástulajdonos volt, az nem veszi észre. Igen, ám, de hát az újságban megjelent, hogy házasságot kötöttek meg a halottak. Tudod, hogy vidéken igen, ez igen, megjelenik persze. Az újság. Úgyhogy oda volt írva, nem volt mese. Na most a Dégi és a Hegedűs Pufi lettek volna a tanúink, de a Dégi előző este úgy berugott, hogy nem tudott reggel nemhogy fölkelni, életet nem tudtunk beleverni. És akkor a Hegedűs Pufival azon tanakodtak a férjem, hogy ki van a színházban délelőtt olyan, akinek zakója van, hogy zakóban van hát egyáltalán, igen. Mert szegénység volt. És akkor a Kellékesre gondoltunk, aki mindig zakóba járt, nem tudom a nevét, sajnálom. De ő volt a házassági tanunk, mert ő mindig zakóban volt. És utána bementünk a királybácsihoz, és zsíros kenyeret kapott mindenki, és egy fröccsöt. Hát már aki ivott. Igen. A Dégi még mindig nem tért magához. Lehet, hogy ez csak egy ilyen színházi mendemonda, de úgy Debrecenben úgy járta, hogy volt egy színész, sajnos már nem él, nagyon jó színész volt, Gerbár Tibor. Gerbár Tibor. Gerbár Tibor. Jókat főzött is. Igen. Igen. És volt egy színésznő, Gerber Éva. Gerber Éva, az a Tímár Éva. Tímár Éva. Igen. És most arról jutott nekem eszembe, hogy mondtad, hogy meggyanúsítottak kvázi, hogy fölvetted a pápai Erzsének a gázsiát a rádióban. És egyszer ment a király bácsi a büfében olyan volt, hogy mindig felírta, és csak fizetéskor levonták Igen. És a Gerber Évának horribilis összeget levontak. Igen, mert a Tibi szeretett korcsolni. Igen, elírták, hogy Gerbár, igen. És állítólag aztán lett ő Tímár Éva, hogy nem ezért nyilván, hogy... Akkor már nem voltam ott, mikor a Tímár Éva volt, nem, de még a Gerbár Tibit ismertem. A Mendemond az azt mondja, hogy igen. Azt mondta, hogy mikor a harmadszor alig kapott fizetést a igen. Gerbár miatt, akkor igen. Ő nevet változtatott, igen. És lett így volt. Tímár Éva. Én még a főiskolán igen. Alattam járt, még Gerber Éva volt. Gerber Éva igen. Volt, igen. És aztán Debre... Na most nem is azt mondom, hanem azt, hogy téged mindenki... Na, 90%-a nézőknek komikaként ismer. Uh-huh. Holott igen. Ez nem teljesen így van. Hát, neked igen, fantasztikus drámai szerepei. És csak hogy közbevágjam, éppen most a felvételünk időpontjában megy a Tűzoltó utca 25 a M5-ön. Úgyhogy sajnos mi nem tudjuk most megnézni, mert most megy. Abban te játszottál. Abban én játszottam a Szabó István filmében. Ráadásul egy álomkép volt. Én egy cselédlányt játszottam, és emlékszem, hogy tejszínhabot verek, és közben nyalakodok. És imádom az édességet, és imádok nassolni, és jó bezabáltam a tejszínhabból. És akkor én még Debrecenben voltam. Azt hiszem, hogy mikor azt forgattuk, nem emlékszem, nem esküszöm meg rá, hogy hol voltam, de vidéken voltam szerződésben, az biztos. És este vonattal mentem haza a forgatás után, és annyira geil volt nekem ez az egész dolog, hogy mondom, most a vonaton én eszem egy isteni szendvicset, téli szalámisat, és jön az ember, én egy olyan fülkében, 26-os ajtóval, azt hiszem már akkor Pécset voltam szerződésen, és tolja a kocsit a palé, és torka szakadtával ordít, hogy gesztenyefürét tessék tejszínhabbal, rosszul lettem. Annyira ki voltam akadva, és nem tudtam menni, hát sokáig nem tudtam menni, annyira bezabáltam. Igen, az egy... Na, most a Tűzoltó utcát csak azért hoztam fel, hogy az nem kifejezetten vígjáték volt, hanem ez egy nagyon szép. És erős dráma volt, drámai film. Akkor én azért, hát én Gertrudis voltam, én Debrecenben például Mártíriót játszottam, a Bernarda Alba házában először Mártírió voltam. Aztán Pécset Bernarda voltam, és Budapesten is bemutattuk a Madách Színházban, ott pedig Poncia voltam,
a cseléd. Igen. Mind a három az én szerepem volt, és gyönyörű drámai szerepek voltak. Hát ez fantasztikus darab. A mesternőd, akit említettél, Súlyok Mária, ő is játszott a Bernard Alba házában. És én ezt végigjátszottam. Igen. És ez látod, ilyenkor mindig libabőrös leszek, mert úgy emlékszem rá, és akkor is olyan édesek voltak a fiatalok, hogy ugye nagyon szerettem őket, és hát sokat segítettem, és mindenki úgy félt tőle, mert hogy nagy szám volt. Mindig mondtam a magamért, és hát mondtam, igen. És akkor a premierre olyan gyönyörűeket írtak meg, néha elő szoktam venni, nekem egy ilyen zsákban megvannak azok a kártyák, amiket kaptam, és olyan jó elolvasni azt, hogy csodálatos volt veled dolgozni, és köszönjük, és hát ezek olyan, akkor eszembe jut minden. Most, amíg otthon voltam ez alatt, a zárlat alatt, hát sokszor kezembe került, ilyesmiket nézegettem. És énekes szerepeket is játszottál. Hogyne, Lili Bárónő. A Lili Bárónő is. Szobrett voltam, igen. És akkor, de hát akkor még nagyon-nagyon csinos voltam. Most is az vagy. És ilyen hosszú szívkám volt. És a kis cigarettát is énekeltem. Gálfi Laci, de nem ez a Gálfi Laci, hanem... Igen, volt egy idősebb. Volt egy idősebb, egy roppant édes pasi volt, nagyon jó barátom volt, a felesége is. Felkai Eszter volt a felesége. És nagyon jóba voltunk, és ő volt a partnerem, és fogtam a szimpkát, és soha többet nem találtam el a számot. Mert annyira ideges voltam, hogy nekem énekelni kell, hogy a Gálfi megfogta a kezemet, és bedugta. Istenem! Ilyenek voltak, igen. És hát tulajdonképpen a Koldus opera is egy ilyen... Hájas, az nekem vizsgám volt. A Koldus opera, az végigkísérte az életemet. És azt többször is játszottad. Hogyne. Igen, a Szinetár rendezte az akkori negyedéveseknek, Fülöp Zsiga, Margitai Ági, Bodrogéknak rendezte. Én harmadéves voltam, és nekünk volt osztályfőnökünk Miklós, és akkor emlékszem, bejött az osztályba, és a fiúk nyüzsögtek, hogy majd mi lesz, mindegyik benne lesz. Én meg úgy magamban gondoltam, hát ezeknek megint majd jó szerepük lesz. És a Miklós ült ott a katedránál, és azt mondta, az Erzsinek lesz benne egy jó kis szerepe. Ha most rá gondolok, most is melegem lesz, hogy nekem, és ezek ott nyüzsögtek mind, fiúk, lányok. Hát mindenki benne volt, de én Pikokné voltam. Játszottad. És ráadásul ez egy olyan híres előadás volt, sajnos a televízió nem tartotta meg, hanem letörölték, mert ezt közvetítette a tévé is. Ez egy olyan előadás volt, ami az első olyan vizsga volt, amit a mostani Katona József Színházban, ami akkor a Nemzeti Színháznak a kamara színháza volt, igen. Ott játszottunk rendszeresen minden szombat, vasárnap délután 3-kor. Pénzért. Hát ez olyan nagy szó volt, legalább 30 előadásunk volt belőle. És akkor történt meg az, hogy Magyarországon, aki számított színész, az mind megfordult ott, mert olyan híre volt az előadásnak. És Urai Tivadar egyszer csak megjelent az én öltözőmbe, és azt mondta, hát összecsináltam magam, mikor egy ilyen színész oda belépett, mert akkor más világ volt, akkor mi nagyon-nagyon tiszteltük a művészeket. És azt mondtam, magáról még hallani fogunk. És kiment. És én akkor nem elhagytam a színházat, hanem kirepültem az ablakon, mert olyan boldog voltam. És akkor ezek szerint még kétszer eljátszottad és legalább. És akkor eljátszottam, hol voltunk? Pécset? Nem. Nem. Lementünk Debrecenbe, és ott volt a nagy truváj, hogy Petes Gyuri rendezte, aki ugye végig ott volt a főiskolán is, ő egy évvel előbb végzett, mint mi, nagyszerű rendező volt, és ugye ott volt Pikokné Ra színésznő, és én Kocsma Jenny voltam, mert nekem az a szerepkör volt, az az én szerepem volt. És hát most már talán elmesélem, sokáig nem akartam megmondani a nevét, mert egy nagy színésznő volt, Hotti Éva Debrecenben. Igen.
Én személyesen, illetve nem láttam nem. őt színpadon. És egy remek színésznő volt, és hát egy csodálat. Igen. És egyszer csak hallom, bejött Petes a próbára, és azt mondta, Erzsi, állját a másik oldalra, te leszel Pikokné. Hát kullogtam, mert hát imádtam a Kocsma Jennyt, és én úgy éreztem, hogy én... Hát szegény Hotti Éva bement a pártbizottságra, mert akkor ez volt a divat, hogy a párt közbeszólt. Igen, igen, igen. Kikérte magának, hogy ő rá anyaszerepet osztottak. Én voltam 24 éves, ő pedig talán 40, vagy 38-40, nem tudom. És akkor átálltam a másik oldalra, és megint Pikokné voltam. És akkor Pécset a Sík Feri rendezte, és akkor azt mondtam, hogy nem játszom el a Pikoknét, ne is reménykedj. És ott Kocsma Jenny voltam. Kocsma Jenny voltál. Amikor én Debrecenben ezt, nekem nagyon-nagyon kedvenc darabom a Koldus Opera, nagyon-nagyon szerettem. Hát nekem is tulajdonképpen egy olyan szerepem volt, igen. ami meghatározó szerep volt, és még ráadásul egy olyan nagy kitüntetés is ért engem ezáltal, hogy egy vagy két évvel ezelőtt a Cinetárnak volt egy olyan Hogy volt felvétele, amiben behívta, ő általa behívott növendékei voltunk ott egy páran, akik beszéltek, és többek között, tehát szóba került a Koldus Opera. És akkor Cinetár Miklós, akit azóta azért egy pár helyen megrendezte, meg hát a világban is megfordult, azt mondta, akkor is elrepültem. Azt mondta, hát Magyarországon nála jobb Pikokné nem volt. És ki volt Piko? Pedig hát a Fonyó Jóci. Fonyó Jós, igen. A Víg Színházban volt, és... Ő is lement Debrecenbe, Fonyó Jóska. Fonyóval, én Szolnok. Ja nem, úgy nem tudom, én a Jócival nem voltam együtt szerződésben. Ő a Víg Színházban volt aztán, mikor már újra találkoztam vele. Amikor én voltam, akkor Fonyó nem. Fonyó Pista, bocsánat, a Fonyó a Pista, de Szolnokon igen. voltam igen, vele, igen, a Pistával. Igen, Fonyó Pista, én igen. utánam ment, jóval igen, utánam igen. ment aztán oda. Amit én láttam, a Koldus Operát, hát biztos emlékszel rá, vagy talán idősebb Bécsi is. Sándor, Kismanyi. De én Debrecenről mondom, még ja. Sós Edit, a Sturc Edit. Sturc Edit is remek színésznő Kocsma volt. Jennyt ő játszotta, és akkor nagyon hamar meghalt. Nagyon. Fiatalon nagyon. Meghalt. Na de hát mindent veled meg is tette, megtett érte sajnos, igen. Ő veled egy korosztály, együtt végeztetek? Nem, ő akkor végzett, mikor én oda kerültem a főiskolára, Garasékkal. Igen, 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 tehát akkor ő már idősebb volt. Az egy másik korosztály volt, igen. Erzsike, aztán órákig mesélhetnénk, mert én úgy megnéztem az interneten, nem tudom meddig, de hát 100 filmben biztos játszottál, igen, vagy föl, színházi darabokat is játszottál, rengeteget, tévéfilmet is játszottál nagyon sokat, és sajnos, vagy nem sajnos, hát dehogy sajnos, téged nagyon sokan Janka néniként ismernek, a szomszédokból. Ez kikerülhetetlen az én életemben. Te még büszke is lehetsz. És én az is vagyok. Én úgy gondolom, hogy ez a sorozat még igazi sorozat volt, az első, azt hiszem első magyar igen, sorozat ez volt. Volt. Igen, ennek igen. volt neves rendezője, és csak színészek és csak játszottak be. Ezt megmondtam, amikor megkérdezték tőlem a televízióban, hogy mit gondolok, miért olyan népszerű. És akkor azt mondtam, hogy azért, mert igazi színészek játszották a szerepeket, és nem a járókelők, mint ma. Jó, hogy ma már a járókelők is két nap múlva művésznő és művészúr, de régen nem így volt. Igen. És ezt igazán, és mindig a Schubert Évát, aki nagyon jó barátnőm volt, őt szoktam fölhozni, hogy amikor az Éva megjelent az ő nagy kalapjában, akkor mindenki tudta, hogy ide bejött valaki. Hát ezt csinálják utána. Mert igen, hiába igen, magyarázzák igen, 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 azt, igen. hogy az utcáról bejött emberek is tudják. Nem tudják. Ez egy szakma ugyan, de nagyon-nagyon nehéz dolog az. Hát abban az időben talán csak a gyerekszerepeket játszották igen. gyerekek kül. De hát, azok is színészek lettek aztán. De aztán később majd azok is igen. színészek lettek, de talán a legkisebb szerepet is neves színészek igen. játszották, igen. és ott volt Horváth Ádám. És vidékről, Ádám és mindenhonnan hozta az Ádám a színészeket. Igen, igen, igen. Tehát nem akárki rendezte nem. a... Nem, ez egy... Igen. Ez egy nagyon szép mérföldkő lehetett. És hát azt tudod, hogy
Szokták mondani, hogy én miért nem utálom ezt már ennyi év után. Hát azért nem, mert ez a legellenszenvesebb figura volt akkor ebben a filmben. De a legszerethetőbb is. Mert... Na de, azért ne felejtsük el, hogy én itt annyira mellékszereplő voltam. Tudod, hogy ők két hetente játszották el, mert ez két hetente ment. Nem úgy, mint most, hogy napi sorozat vagy heti. Nem, ez két hetente ment, és én jó, ha két-három havonta egyszer voltam benne. És akkor mindig legalábbis magamnak így magyarázom. Akkor nekem valamit mégiscsak kellett csinálni, hogy én a mai napig megmaradtam. Hát ez a tehetség. Az emberek tudatában, meg. Ez a tehetség, hogy ha bejön az, hogy szomszédok, mert akkor... Mert én ott ittam, loptam, undok voltam. Ami létezik, az minden benne volt. És az életben, a civil életben ebből voltak kedves kis sztoriaid, vagy emlékeid? Hát a civil vagy... életben ugye a... Mert mindenki azonosított téged, úgy gondolom. Erősen. Hát a pont a Madách Színházbeli öltöztetőnőm, aki éppen a Madách kamarában öltöztetett engem, és mondja nekem, hogy ez a félnótás, uram, hogy miket beszélt ez otthon, mondom neki, valahogy szóba kerültem én, és rólam beszélt. És azt mondta a férjem, hogy erről a részegesről beszélsz? Hát erről beszélsz te ilyen szeretettel? Azt mondja, hát hülye vagy te teljesen, ez nem iszik. Ugyan nekem nem esély, hát éjjel-nappal iszik. Na most azért nagyon sokan bevették ezt a... De hát ez nem így volt, mert én tényleg, ha valaki, hát én nem. Na de ez is a tehetségedet dicséri, hogy ezt tudtad hitetni, hogy te öntöd egymás után magadba. Sőt, hát a mai napig egy pár évvel ezelőtt engem fölkértek, hogy legyek a nem tudom, ugyanúgy, milyen helynek, ahol a bornapoknak az arca. Én voltam a bornapoknak. Az, hogy nem iszom, az egy más kérdés. Ott nem kellett innom. Hol van a pince? Na, nem jut eszembe a neve. Nem Budafok? Budafok. Igen, Budafokon vannak három napi ilyen bornapok, és akkor én voltam a... Igen. Aztán játszottad az Örkény darabot, hát, Orbán Nék. Az a másik volt, ami az egyik legkedvesebb. Az sem egy komika szerep, hát az is egy súlyos tragédia. Az egy nagy, azt az is végig kísért. Azt először Pécset játszottam. Azt az a Babarci rendezte akkor, igen. Akkor másodszor játszottam fönn az IBS-be, a Földesi Margit csinált ott színházat, és akkor a Varga Miklós, aki egy Margit növendék volt, ő rendezte. Az énekes Varga? Nem, ő privát, ő most a játékszínbe ügyelő ő most. Igen. De sokáig a televíziónál dolgozott a Királyban. Ő rendezte nekünk, Schubert Éva volt akkor a nővérem. Aki a tolókocsiban ült. Igen. Most nem ült ez, Gizus. Giza. Igen. Én voltam Orbán Né, igen. Ő, és a Halász Laci szegény, vagy, jaj, de bolond vagyok, most a Kis Halászra gondoltam, és hát nem ő. Jaj, de bolond vagyok. A nevekkel úgy vagyok, hogy itt vannak, és összemennek. Ah, majd eszembe jut. Nagyon jó volt, remek volt a Csermlényiben, akinek nem jut most eszembe. Laci, csak most minden képpen a Kis Halász van bennem. Majd eszembe jut. Nem baj. És akkor utána még a Turai Idában is eljátszottam, azt meg az Őze Áron rendezte. És a legjobb színészi alakítás díját elnyerted, de most látod... A Veri az Ördöggel. Veri az Ördög a feleségét. Igen. Hát az is egy nagyon híres film volt. És az maradt is az. Igen, az is maradt. Mert az az igazság, hogy az a mai nap még... Az egy szatíra volt, ugye? Egy olyan, amiben benne vagyunk, az egész magyarságunk benne van, hogy milyenek vagyunk mi. Zabálunk, ünnep van, egyszerre van a felvonulás, meg a Szűzmária, meg a búcsú, meg a minden. Ez már az a, talán úgy nevezték, gulyás kommunizmus, igen, vagy a Kádár, igen, az volt teljesen, igen, az is egy ilyen... Fantasztikus voltál benne. Igen, az egy jó dolog volt, igen, és Kárlovi Vaniban volt. Mindig főztél, nem? Háziasszony voltál, hogy emlékszem, és akkor ott volt nekem az, hogy az András Fricek, András Feri, aki rendezte, kitalálta, hogy a fejünk fölött nyújtsuk a rétest.
fogadott három asszonyt ott Balatonon, ahol forgattunk, hogy azok tanítsanak meg minket. És mondja, minden nap megcsinálták a töltelékeket, és akkor a Pécsi Ildivel mi mindig úgy belenyaltunk, tudod, a dióba, a mákba, alba, reszelve, minden le volt, megettük. De nem csináltunk semmit. Egyszer odajön hozzám az András Frici, és azt mondja, Erzske, a Mariska néni azt mondja, hogy művész úr, ne haragudjon, de ennek a nőnek még a fakanás rosszul áll a kezibe. Ez én voltam. Micsoda? Oda mentem, mondom, Mariska néni, mit kavarja itt maga? Jaj, aranyművésznőm, ne haragudjon, de mi 300 forintot kapunk naponta, és soha az életben nem hallottunk arról, hogy a fejünk fölött nyújtsuk a rétest. Mondom, akkor mi nem szólt? Vildivel megbeszéltük, hogy megcsináljuk. Hát megcsináltuk, soha senki nem mutatta meg, hát persze. És ezek kapták tovább a 300 forintot naponta. Mi meg megettük, addig nem tudom hány napon át megettük a töltelékeket. Az ország legsmucigabb gyártásvezetője csinálta a filmet, én azért a filmért 15 ezer forintot kaptam. Hát igen, igen. És akkor már 30 ezer volt a legtöbb. De az Angi Veráért már annyit kaptam, de ezt a Veri az ördög 15 ezer forint. De nem érdekelt, akkor nem érdekelt engem, mert olyan csodálatos. De egyformán szerettél minden szerepedet? Vagy nem, volt... hanem rábeszéltem magam bizonyos szerepekre. De erre is? Mert nem, ezt imádtam. Hát ez, és nem csináltam próbafelvételt. Nekem igen, nem igen, kellett. Igen, igen, igen. Eljött az András Feri hozzánk, és azt mondta, hogy hoztam egy forgatókönyvet, elolvassuk. Azt akarom, hogy játszd el ezt a szerepet. És leültünk, anyukám csinált egy jó valamilyen bableves, túros tésztát, nem tudom mit. És emlékszem, hogy elolvastuk, elájultam tőle olyan. És hát milyen érdekes dolog az, hogy hát ezt nem lehetett nem szeretni, ugye, ezt a szerepet. És aztán utána, a rendszerváltás után a Feri adott egy másik könyvet, ami a folytatás lett volna. Még jobb volt, mint ez. Jobb volt, mint ez a könyv. Az én lányom, aki abban Marika volt, az volt a főasszony, az ő férje lett volna ott az Atya Úristen, szóval már ez az új időben. A Pécsi Ildi hozzámegy a főnökhöz, már a Spányik nem létezett benne, és nem kapott rá pénzt, és nem tudta megcsinálni. Azért voltak ilyen. Hát igen, ilyen a pályánk. Erzsike, említetted már egy fél mondatban a lányodat, aki tudom, hogy sokáig, nagyon sokáig Olaszországban, külföldön élt, de most mesélted, hogy haza költözött. Igen. Ezt még nem akartam meg, erről beszélni. Nem is akarsz, mert nem, akkor nem. Nem akarok róla még beszélni, amíg nem rendeződik le a dolog. Hát most már úgy néz ki, hogy igen. De hát jó, még ott kell, mert ezt úgy szeretném bejelenteni, amikor már itt van. Jaj, értem. Tudod, hogy... Akkor ezt hagyjuk is igen. Most ki, akkor kihagyjuk. De van egy lányod, egy gyönyörű lányod, igen. És két gyönyörű unokád. Igen. Ők is külföldön élnek. Igen, és ezek szerte szana vannak már a világban, a lányomnak meghalt a férje, és ezért elképzelhető, hogy hazaköltözik. Igen. És hát most már úgy néz ki, hogy... Az unokák már kint születtek Olaszországban? Kint, vagy külföldön? Persze. És olaszok is, olaszok és magyarok, igen. Beszélik mind a két nyelv, magyarul. Hát a fiú is. Semmit, de a lány gyönyörűen beszél magyarul, mert magyarul, a lány igen. Három éves kora óta jött Magyarországra, egy hónapig itt volt velem. A lányom föltette a repülőre, és itt én vártam, tudod, tábla nyakba. És a lány imádta az én szakmámat, a lány kívülről tudta a szerepeimet, jött velem vidékre, szinkronba, stúdióba, mindenhol ott volt. A lány imádta ezt. És most nekem van egy műsorom a Turaida Színházban, Veri az ördög a feleségét a címe, de tulajdonképpen az én 61 éves pályafutásomról beszélek az embereknek, mesélek sztorikat, meg az életemet is. És a lányt kértem meg, hogy megengedné-e, hogy egy leveléből idézzek a műsorban. És a lány olyan izgalomba jött, hogy mi, hogy eljött. Azt mondta, ezt neki látni kell. És ez pont a járvány előtt volt. És még ott tudott lenni
mielőtt az árlat bekövetkezett, és gyönyörűség volt, amikor ő nem tudta azt, hogy engem nézett a Bajza Vikivel az előadásomat, és én az előadásom végén térek rá a családi dolgokra, és a leveléből idéztem, és az olyan gyönyörű, hogy szem nem maradt szárazon, és addig csak nevette. Hát igen. És akkor én azt mondtam a végén, hogy ha megengedik, akkor én most fölhívnám ezt a lányt, akivel együtt szeretném megköszönni, hogy önök eljöttek ide. És akkor képzelheted, hogy a lány, aki egy kistermetű kis vékonyka, tipegett föl a színpadra, de már láttam, hogy a sírás folytogatja, rám borult ott a színpadon. És akkor meg nagyon-nagyon tapsoltak, visszavonult, és utána a közönség még azt mondta, hogy még, de már akkor vége volt a műsornak. És vége is lett, úgyhogy örülök, hogy még ő itt tudott lenni, mert azóta szünet. Majd, ha hát most igen. Isten segít, akkor megint igen. Folytatódik. Én azt valami, nem autózajt, de valami énekhangot hallok, nem tudom, hogy... Jaj, nem. Jaj, megint mi? Ne kérdezd, miért én boldog vagy. De édes vagy. Könnyű a lelkem, az egekre száll. Bolondos szívem egy csodára vár. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom. Miért oly vidám az én kis dalom? Félek, kiderül, ha meggondolom. Hogy nincs is rá semmi okom, mert a boldogság, az hálás jó szerep, a boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság, az igazi nagy siker, amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Hajnali felhő egy titkot susog, ne kérdezd, miért én boldog vagyok. Vidáman ébred a nyíló virág, zengi az erdő a hajnal szavát. Ne kérdezz tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom. Mert a boldogság, az hálás jó szeret, a boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság, az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Nagyon boldog születésnapod, drága Erzsi. Te édes, drágám, hát akkor köszönöm. Akkor megtapsoljuk, hogy felejtsd el. Igen, köszönöm Arany szépen. Hát nem Viki, kellett volna, mert helyet az, itt a körünkben. Megleptetek. Erzsikém, te adtad a végszót. Mert egyszer csak hallom, hogy mondod, hogy Bajza Viki. Hát mondom, hát ha meghallotta. És itt látod, mert én beszélek rólad. Azért mindig elsírom magam, mindig, nem akarom. És van neked még, úgy látom, a Zsimbi is hozott neked valami kis ajándékot. Ne. Ő vele már találkoztál, ugye? Jó, drágám! Jó, festett neked gyönyörű. Egy gyönyörű tortát. Köszönöm! Jaj, de édes vagy, nagyon szépen köszönöm. Csak úgy, nincs puszi. Köszönöm szépen, gyönyörűség. Aj, de drágák vagytok. Azt mondd meg nekem, hogy ti játszottatok együtt, igen, vagy csak barátnők persze. Vagytok? Mi játszottunk, és jó barátnők azt vagyunk. Tudom, hogy jó barát, azért hívtam, mert azt tudom, hogy tanúja voltam, igen. Sok közös állat. 30 évek, hogy mikor volt a fészek alja a Madácska Morána? Hát volt az már 40 is. Akkor az édesagyánk volt, meg egy másik darab, igen. Azt hiszem, ki van a képen, a Hegedűsben voltunk, Hegedűs persze. Tényleg, igen. Azt is kihagytam neki. De az első perctől kezdve jobban volt. Igen. De aztán, ahogy öregedtünk, még jobban. És most minden alkalommal... Minden alkalommal Mohorán is találkozunk, együtt igen, vagyunk, mert én mindig mondom, hogy ő is. És ő is mondja, mi együtt vagyunk, együtt szoktunk menni. Sajnos kertben vagyunk, de azért talán hallották a mentőautótól
Igen, hogy Mahorán is nézik. Együtt igen, vagyunk. Igen, igen, igen. Amikor lehetett, akkor Erzsikével össze is szoktunk jönni, néha ő szokott főzni nekünk, és akkor egy kisebb csapat összejön, és jókat beszélgetünk, és... És röhögünk, és kibeszélünk mindenkit, akit csak lehet. A celebeket lenyírjuk a pályát. Ez a, akkor most örülsz, hogy és megbocsájtunk. Ennek a meglepetésnek örülsz akkor. Én örülök nagyon. Én is örülök, hogy örülsz, és nagyon-nagyon kedves vagy, és az örömödben szerettünk volna járni. Erzsik, a régi-régi szerepeidről meg említettük már az újabbakat is, de most nézzünk meg megint egy bejátszást. Egy de egészen... hát ez négy napos műsor, amiről mi most itt beszélünk. Hát azért mondom, hogy csak ilyen slágvortokban lehet említeni, de... De a most, melyik? Mit most? Most megnézünk egy bejátszást, és majd elmondod, hogy ez tulajdonképpen mi is volt. Sötét felhők gyülekeznek felettünk. Nem tudni mikor, de egy nap kitör a hatalmas eső, melyet az Úr sirat bűnös gyermekei miatt, és megtisztítja vele a világot. Az ember ostoba, kapzsi, véget nem érő harca miatt jön el majd az apokalipszis. Vétkeztem, nővér. Azt hittem, új útra leltem. De én már látom, hogy ez is csupán a hívságok felé vezet, és most nem találom a kivezető utat. Az emberi szív hibázik, de az Úr meghallgat bennünket és utat mutat nekünk. Meg kell tisztítani a lelkemet. Kérd Isten bocsánatát, gyónd meg bűneidet lelked üdvéért. Hát mi volt ez apáca ruhában? Hát ez egy édes barátom. Ez egy vígjáték volt. Nem. Aki, ugye beszéltem arról, hogy Mohorát, Balla Istvánnak a és családjának a tulajdonképpen a anyasága, apasága, amit ott ők csinálnak, és nekik van egy nagyon édes fiúk, aki filmezett mindenféle ilyen kamaszkorától kezdve. Igen. Én már gimnazista korában találkoztam vele, negyedik gimnazista volt, amikor mondta, hogy ő egy filmet csinál, forgat egy filmet, hát meghökkentem, hogy nem vállalnék-e abba, hát persze, hogy csináltam. Meghatott az, hogy ő és a barátai nem jellemző a fiatalokra, igen, hogy igen. Ilyesmivel foglalkoznak. Világítottak, rendeztek, csinálták az arén, hát nagyon-nagyon édesek. Igen, és tehetséges, Bence. És nagyon is, hát most már, sőt, hát ő csinált velem egy riportfilmet, aminek bizony, az ötlete is az övé is, volt, hogy hozott egy bomboniert, abba kérdések voltak, és én egymás után húzgáltam ki, és azokra válaszoltam. Emlékszem, egy különleges láttuk, volt. Azt hiszem, az aranytízben. Az aranytízben láttuk, és akkor igen. Még meg is, akkor is sírtam, mert... Nem baj, az örömkönnyek azok mindig jók. Igen, mert igen, hát... Igen, és azt hiszem, hogy Bence most már hivatalosan és tanulja. És hivatalosan is, most már szakmailag most tanulja, már tanulja igen. Ezt. És ez egy valami történelmi, kosztümös film lehetett. Ez egy történelmi, film igen, én még nem tudom én láttam, se, mert még nem. Mert hát még nem láttam a dolgot. Igen. És hát csak egy rész, amiben én benne voltam. Egy kedves nővért, vagy apáca főnöknőt alakíthattál itt. Igen, ruhát, mindent igen, beöltöztem. Igen, és csináltam. Igen, hát egy villanás voltam, de az nem baj, hát azért a fiatalokat mondtam, hogy mindig villanás. Is segítettem. Igen. De most már azért meggondolom, mert most forgattam két napot, és úgy kipurcantam, hogy megcsináltam mindent, de reggel 6-tól este 6-ig már nagyon sok nekem. Nagyon sok. Rengeteget szinkronizálsz még, meg, de még most is. Éppen holnap lenne egy nagyobb munkám, de már csak ritkán csinálok. Igen, de mert ugye... hát rengetegen vannak, és nagyon sokan vannak új rendezők, akiknek fogalmuk sincs, hogy én élek, halok, ki vagyok, bizony. Én nem ismernek. Nem csak engem. Hát én még emlékszem a nagy szinkron szemlékre, ahol fantasztikus
De még a szinkronok jobbak voltak, én megkaptam már az életműdíjamat, szinkron életműdíjat kaptam, még akkor ismertek. Ez nem olyan régen volt, 3-4 éve, azóta már nem, már letűntem. Igen, hát ilyen igen. A világ. Hát mert másképp ott is ugyanez van ott is, igen. Hogy a és fiatal... hát megmondom őszintén, hogy azóta nincs is olyan nagy örömöm benne. Tudod, mert azelőtt azért ott is együtt voltunk. Jó, hogy elmész egyedül vagy egy műteremben és csinálod. De azért mégis más az, hogy nem hallod a végszót, nem hallasz semmit, csak belecsöppensz egy filmbe. Fogalmat sincs, tudod. Hogy miről szól. Igen. Ez a digitalizáció, hogy már kivetítik ezt, szörnyes, nem papírról, mint régen, hanem igen, igen. Nézed, hogy mi van. Sőt, hát most, hogy volt a járvány, most fölhívtak, hogy otthonról. Otthonról. Hát, de én nem, nekem nincsen ehhez szerkezetem, hát és ez... hát nem is tudnám csinálni, de a többiek csinálták. Hát igen. És a munka folyt tovább. Igen. Régen, hogy mondjam, a legjobb színészek szinkronizáltak. Hát micsoda. Most már azt hiszem, bocsánat meg, aki az volt a fantasztikus, hogy régen olyan technika volt, ami hát az őskorra. Hát kézzel dolgoztak mindent, és akkor már olyan szinkronok voltak, Kálmán Gyuri, meg a legjava az embereknek. Igen, igen. Most meg hát nem is nagyon tudom, őszintén bemondják, felsorolják ugyan őket, de hát én se tudom, hogy kik ők. Mi bemondók, rádióbemondók, tévébemondók, szintén nagyon sokat jártunk a igen. Szinkronban már, igen. De mi a főcímet és a stáblistát mondtuk. Nagyon sokszor mondtam a te nevedet is, és viszont nagyon sokszor mondtam az utóbbi időkben olyanokat, fogalmam nem volt. Nem, hát ezt kit. Mondom én is, egy hogy színész, én nem is tudom. Egy igazi nem színész is tudom, nem hogy kik ők. Köztük, de hát... De hát a világ változik. Ilyen világ van, igen. Ugye, és rengeteg csatorna van, tévécsatorna, millió filmet kell napont. Hát mit, egy nap megcsinálnak egy filmet? Na de van olyan, hogy nézem a tévét, és nem bírom. Muszáj, nem, muszáj kikapcsolnom, mert pössze. Racsol. Szóval ezek ma nem akadályok. Na de hát a riporter, nézd meg, hát hogy igen, a riporter igen, hogy beszél. Igen, igen. Most nem akarok nevet mondani, de egy nagyon-nagyon világhírűnek tartott ember. Hát az őrületbe kerget, hát rögtön kikapcsolom. Igen. Pedig neki a hivatása is az. Annyira. Ezeket téged nem kértek meg, hogy taníts? Vagy... Ó, nem. És nem is tudnék. Nem is tudnék. Én is így én nem tudnék, nem mert tudnék. Én csak megmutatni tudom, hogy én hogy csinálnám. Tudod? Igen, igen. És igen. Ahhoz az kell, hogy elmagyarázd. Hogy elmondd, hogy. Az nem. És nem biztos, hogy türelmem is lenne hozzá. Igen. Mert én tapasztaltam most is, azért vannak kolléganőim, akik hát vagy elvégezték a főiskolát, vagy nem. De azért próbálja az ember irányítani, mikor olyan kézenfekvő dolgokat, de lepereg róluk, mert ők mindent tudnak. Tudod? Nem is tanácsot se nagyon kérnek tőled a fiatalok? Ugyan idegesíti, ha hogy jövök én ahhoz? Igen. Hát igen, ő már rendez is, nem csak hogy színész. Már. Drága Erzsike, nagyon-nagyon örült. Köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk, és hogy megtiszteltél minket azzal, hogy igen. Elgyere, megtisztelted a televízió nézőit, mert nagyon-nagyon szeret téged mindenki. Köszönöm ebben szépen. A televízióban is. Meg én azt hiszem, hogy ahol te megjelensz, ott mindenki mosolyra fakad. Hát ezt jó hallani, azért nagyon jó, igen, és nagyon kellemes környezetben voltam barátokkal. Nagyon szépen köszönöm. Drága Erzsike, kérdezhetek-e olyat, hogy mit tervezel most még? Mit hát nekem szeretnél? Igazából mit próbálsz, egy ajándék hogy... lenne, úgy van egyelőre, hogy december 19-én lenne egy premierem, egy fergeteges végjáték, aminek a címe az, hogy fergeteges látogatás. De hát nem tudom, hogy ebben a helyzetben. Ezt egy barátnőm írta, aki Szegeden dramaturg, Varsányi Anna, egy tüneményes, nagyon tehetséges ember, díszletet tervezi el, mert csodálatos kis emberke, és ez a Turay Idában lenne bemutatva egy nagyon kedves vígjáték, de hát ki tudja, hogy hogyan vagyunk ezzel a... Kedves nézőink, imádkozzunk mindannyian, hogy múljon el ez a csúnyaság innen körülöttünk, a körünkből távozzon a gonosz, és hogy Erzsike eljátszhassa még ezt a kedves dédelgetet. Igen. És még nagyon sokat. Hát nem, az nagyon sokat nem, de azt minden esetre már szóltam
például a Balla István, most már talán mondhatom jó barátomnak, hogy ugye szólnak nekem, ha már kezdek hűlni. Szóval, hogy nem hagynak engem tovább dolgozni, amikor már ilyen leszek. Hála Istennek, sokat kell még erre. Hát még erre vár. Na jó, erre még sokat hát remélem, ki, hogy nem holnap lesz, de soha nem lehet tudni. Hát én már tapasztaltam olyat nagyművésznél, amikor azt mondtam, hogy édes jó Istenem, hát valaki állítsa meg. Igen, igen. Mert hát egy nagyművésznek pláne nem szabad olyasmit, amit nem szabadna. Hát te most már így fogsz megmaradni az emberek emlékezetében, ezzel a hatalmas életpályával, kedvességeddel, tehetségeddel, ezzel az életművel. Na most már eleget élvezkedtem ebben a gyönyörűségben, de most adtál. Már befejeztük. Most már befejeztük, és jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, ez volt a találkozásunk Pásztor Erzsi művésznővel. Hát bizony-bizony, ahogy ő mondta, még órákig tudnánk beszélgetni, mert kifogyhatatlan a humorból, a komoly dolgokból, a tisztességből, a jóságból, úgyhogy emlékezzenek rá erre a műsorra, erre a beszélgetésre nagyon sokáig. És ahogy a műsort kezdtük a Tóth Enikő szavaival, szeressük Erzsikét nagyon. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!